Jó, ez így nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez óvatosan közelítem. Elhúztok, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, elkezdtük egy ilyen újabb videót. Igazából ma ez egy újabb prank videó. Az a tervem, hogy elhitelem testvéremmel, hogy elmentem a fogorvoshoz. Szóval, ja, egyedül, azt hiszem majd, hogy egyedül lesz itthon. És azért egy csomó minden el fogom prankelni, ugye én valójában itthon maradok. És akkor például egy csomó mindent kiterveltem, de ezt majd a videóban látni fogjátok. És szerintem biztos, hogy funny jeleneteket fog ez szülni. Igen, igazából ez a terv. Most szerintem megyek, és elhitetem vele, hogy igazából elmegyek. Ja, de előtte jött egy intro. Lassátok, igazából már csak be kell rendezkedni jobban kicsit a házat, és kész is leszünk, és... Ne! Ne! Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Na, Lató, figyelj, de jó, hogy itt vagy. El kell mennem fogorvoshoz, ugye fogszabályzó miatt, és szerintem egy ilyen 4 óra múlva leszek, oké? Oké, de miért van a kamera? Azért, mert ilyen napi vlogot készítek, majd nem tudom. Jó, szóval megyek, és akkor 4 óra múlva kb. Itt van, oké? Csá-csá. Srácok, sikerült, szerintem elhitte. Óvatosan visszalapóztam a szobámba. Az első prank az abba fog állni, hogy most épp videót néz a szomszéd a szobába, a szobájába. Szerintem fogom, megvárom, hogy kijöjjön, valamikor csak ki fog jönni a szobájából, bemegyek, és elviszem a laptopját, áthazom a szobámba. És mikor majd megy vissza a szobájába, akkor látja, hogy nincs ott a laptop. Szerintem ez egy elég alap és furcsa trollkodás, de biztos, hogy funny lesz. De ezt nagyon halkan kell csinálni, és nagyon türelmesnek kell lennem, hogy megvárjam, hogy kijöjjön valamikor. Gyorsan így fogjuk a laptopját, ezt elvisszük, és akkor így ennyi. Nem tudom, hogy hova ment, de gyorsnak kell lennünk. És akkor így áthozzuk egyelőre ide. Remélem, hogy ezt nem hallotta meg. De itt van, megvan a laptop, megvan a laptop. Hova tűnt a laptopom? Vele. A laptopom. Következő egy elég érdekes lesz megint. Ugye most már van telefonoknál is az, hogy lehet távirányítóként használni, szóval mint egy távirányítót úgy lehet használni a telefonodat. És ő most lenté vízik a tesóm, szóval az a terv, hogy fogom és lelopózok, elbújok és átváltom az adót folyamatosan. Tudom, ez sem olyan brutális izé, de azért eléggé meg tud repülni az ember, hogyha eltönkre megy úgymond a tévé, vagy nem tudja, hogy mi van vele. Tehát zsír, még tévé is rossz. Mindegy, visszakapcsolom. Úgy látom, visszakapcsolt. Na figyeljetek, még egyszer kíváncsiak, mit reagál. Figyeljetek. Most. És mindjárt. Át is kapcsolt. Kapcsolgatom, szóval van ezzel a tévével. Mindegy, hagyom ezt a hülyeséget is. Oké, srácok, kiment, várjatok. Jó, 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 jó.
Gyorsan. Megpróbálom úgy rakni a kamerát, hogy lássátok. Megpróbálom ezekkel itt összeragasztózni a... ...izét. Nem tudom mennyi kell, de ezért párat rakok bele. Hogy így jobb legyen. Remélem, ez nagyon vicces, srácok, ez jó lesz. Oké, ide. Ide egy keveset. Jó, ez így nagyon jó. Ide ez óvatosan a közepébe, az ne legyen baj a monitornak. Ez micsoda? Ki a fene csinált ezt? Nagyon jó. Ez itt trollkodást szerintem mindenki csinálta már. Egy ilyen csengetős prank, azt gondolom ti is csináltatok majd, hogy csengettek és utána elfogtok egy háztól. Most is ezt fogom csinálni, viszont bekameráztam a házat, azért látni fogjuk a reakcióját, biztos, hogy fun lesz. Ezek után a rengeteg trollkodás után biztos, hogy ki fogja jutni neki a biztosítékot, szóval, ja, nézzük is meg. Sosem fogom befejezni ezt a videót. Szórakozzatok már, de nem, Istenem. Jó, nem is te nyitom ki többet. Igen, tessék? Szia, Peti! Mi hol jársz? Mikor jársz már az a fogalmastól? Nem durva dolgok történtek, például reggel néztem a nőrtagot, aztán elmentem reggelizni, majd de mikor visszaértem, nem volt a dologom, és teszabád volt. Aztán meg játszottam, ebédelni mentem, és tele volt rakva tetnik a monitorban. Most meg a TV nem működik, mikor visszatom. Hát figyelj, én most még a váróban vagyok, de szerintem egy 2 óra múlva otthon leszek, de szerintem ez hülyeség, ilyen nincs, hogy egyedül otthon vagy, aztán ezek történnek. De van, jó, nem vagyok hülye, vagy megmutatok, le is fotóztam. jó, akkor 2 óra múlva. Na csáfra! Srácok, ez ilyen durva. Úristen, oké. Szerintem még várok itt egy 1/2 órát, aztán jöhet a következő prank, ez nagyon durva. Nem is tudom, hogy fel fog írni. Na, srácok, most már szerintem itt az idő lelepőzni magunkat. Azt fogom csinálni, oda megyek, de csak megint itt a nappaliba, és megkezdtem. Semmi más. Oda megyek, és megjegyeztem. Szóval igazából menjünk szépen az a... Csak óvatosan kell. Mi fene? Ti is látod, hogy bejöttél? Hát meg nem is mentem el, végig itt voltam. Jaj, te hülyeskedtél már. Igen, végig én voltam. A cet mindent, és amikor felhívta, akkor úgy rögtem majdnem, hogy meghallottad, de sikerült. És ez még mind YouTube-ra, Laco. De jó. Ah, csácsá. Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindsite.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik.
és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a Mindcenterbe. Itt van, hogy Mindcenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélsz, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launcher, bejutott egy play.mineside.hu, és amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre, próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét, és Magyarország legeslegjobb IP-s szerverét.